A Városi Pedagógus Napon a nyugdíjba vonuló pedagógusokat köszöntötték. A rendezvényen stábunk is részt vett. A Bábabokra Néptánc Együttes produkciójával kezdődött a Városi Pedagógus Napi ünnepség, ahol, mint minden évben, most is a hagyományokhoz szíven sor került a nyugdíjba vonuló pedagógusok köszöntésére, valamint a díszdiplomák átadására. Szombathelyi Árpád köszöntötte a résztvevő pedagógusokat. Biztosan emlékeztek és emlékeznek rá tavalyról, meg az azt megelőző időszakokról, mert eléggé rapszódikusan és visszással jöttünk össze tavaly is, hogy ilyenkor a nyugdíjba menőket is üdvözölni, köszönteni szoktuk, illetve azokat, akik a koruk szerint a diploma megszerzésére elérték az 50. évet és a fölötti időszakot. Különféle diplomákat ad kormányunk és államunk, és azokat pedagógus napon szokás átadni. Először mi a nyugdíjba vonulókkal kezdenénk, és azt szokott mondom, hogy az iskola, az óvoda vezetői méltatnák a nyugdíjba vonulókat. Elsőként Holota László életútját méltatta Huszkáné Tóth Ildikó tagóvoda vezető. Holota László Lecsésen született 1961. első 22-én. Nehéz gyermekkora ellenére gépszerelés, géplakatos végzettséget szerzett. Intézményünkben 2001. negyedik elsőjétől dolgozik, mint karbatartó. Ez a kevés információ nem elegendő ahhoz, hogy egy valódi képet alkothassunk Laciról. Tudni kell róla, hogy az élet több területén kipróbálta magát, de a legtöbb időt a fiatalok szórakoztatásával töltötte, az ország diszkóiban mindig is csak én. Ezt a munkát nagyon szerette és jól is végezte, így országos ismertségre tett szert. Emiatt városunkban is gyorsan ismerté vált, megbízható munkája révén. Ő volt Holota, aki mindig mindenhol hangosít, vagy zenél, legyen az szó bármilyen városi rendezvényről is. Szerencsére ezt a feladatot ma is ellátja. Intézményünk több telephelyén is dolgozott, a Hétszínvirág és a Szivárvány óvoda dolgozója is volt sok éven át, de aztán a lehetőségek és az intézmény növekedése miatt már csak a Szivárvány óvodában látta el feladatait. Laci az a karbantartó, aki mindenhez ért. A famunkához ugyanúgy értett, mint a kertészkedéshez, a fákhoz, vagy bármilyen elektronikai dologhoz. Bármit meg tudott szerelni. Soha semmi nem esett ki a kezéből. Ha valami kis esélyt is látott arra, hogy egy játékot, vagy akár egy hajszállítót még meg lehetett menteni, hát ő meg tudta csinálni. Laci megoldotta. Ha a folyátékból egyetlen elem is még épp maradt, Laci úgy ügyeskedett, hogy valami csoda született belőle. Újra tudta építeni. De nem csak ehhez értett. Sokszor, ha fáradtak voltunk, vagy reggel álmosak, ő egy viccel, vagy egy jó anekdotával félvillanyozott bennünket, vidámá, mosolygósá varázsolta a napunkat. A gyerekek is nagyon szerették, bár megjelenése tekintélyparancsoló volt, ennek ellenére mindig megtalálta velük a megfelelő hangot. Ez bizonyítja, hogy egy-egy óvodai csoport kirándulás alkalmával is elkísérte őket. Számíthatunk rá. Sajnos betegséggel egyre jobban gátat szabott munkájának, ezért az orvosok javaslatára visszavonul a munkavilágából, de azért a város rendezvényein szerencsére még találkozunk vele. Ezután szívből ódolhat majd nagy szerelmének, a motorozásnak és a kutyájának. Reméljük, meg tudja valósítani álmait, amelyeket maga elé tűzött, és boldog nyugdíjas korvára rá, családja, gyermekei és unokája körében. Majd papné Guba Éva, a Kistelki Általános Iskola és Kollégium részéről méltatta Krizsán Péter Sándorné, Sümegi Évát. Krizsán Péter Sándorné, Sümegi Éva, 1959. június 22-én született Szegeden. Évike, ahogy mi szólítjuk, Kisteleken érettségizett az Árpád Fedelem gimnáziumban, majd felvételizett a József Attila Tudományi Egyetem matematika-fizika szakán. Egy év múlva a Juhász Gyula tanárképző főiskolára jelentkezett át, és ugyanazon a szakon diplomázott 1982. Diplomaszerzés után a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában dolgozott tanárként,
majd 1987. szeptemberétől, immár 34 éve a kistelepi akkori Petőfi Sándor Általános Iskolában folytatta a tanári pályafutását. Két gyermeke született, Andrea és Gábor. Munkáját lelkiismeretesen, kiváló hozzáértéssel végezte, hozzáadva az évek évtizedek tapasztalatait. A matematika és a fizika nem az a tantárgy, amely igazán közkedvelt a gyerekek körében. Évike precízen készült az órára, nagy gondot fordított a szemléltetése, így próbálta motiválni a nevolókat. A kísérletek bemutatásával pedig a tantárgyat nem annyira kedvelők érdeklődését is igyekezett feltenteni. A gyerekeket szerette, szereti, nagy szeretettel, végtelen türelemmel közeledik feléjük, mindig igazságos velük, de egyben határozott és szigorú is. Osztályfőnökként is odaadással végezte munkáját, bulikat, osztálykirándulásokat szervezett, amelyek mindig jó hangulatban teltek. A tanulók még kötődtek hozzá, elfogadták útmutatásait, nem hallgatták tanácsait. Kívánjuk, hogy szeptembertől, immár főállású nagymamaként, még hosszú ideig tudjon osztozni gyermekei és unokái öröményben sikerül. Ehhez a egészséget kívánhatom testületem. Csontos Imréné magasztalásával folytatódott az ünnepség, igaz ő 2017-ben már nyugdíjba vonult, de ezen a napon jött el ez az alkalom, hogy köszöntsék Zsuzsa nénit. Csontos Imréné, mindenki Zsuzsa nénie, 1956. március 26-án született Kisteleken. Az általános és középiskola elvégzése után felvételt nyert a Bajai Böcsös József tanítóképző főiskolára. Az általános iskolai tanítói diploma megszerzése után a kisteleki második Lekóczi Ferenc általános iskola tanítója volt 1996-ig. Férjével Kisteleken telepedtek le, két gyermekük született, Márta és Gábor. 96 és 2008 között Balázscsán a Munkácsi Mihály általános iskolában tanított, majd Ókusztaszerűre került, ahol az Ókusztaszerű lakásotthon nevelője fejlesztő pedagógusa volt. 2008. augusztusától aktív pályafutása végéig, 2017. januárjáig a Kisteleki Rózsabiget kollégiumban tevékenykedett nevelő tanárként. Szakmaiságát, módszertani tudását különböző továbbképzésekkel sok oldalon bővítette. A Rózsabiget kollégiumban főként az alsó tagozatos tanulókkal foglalkozott, a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatását végezte odaadóan lelkiismeretesen. A kollégiumi könyvtár működtetését, fejlesztését is szívügyének tekintette, vállalta. A középiskolás tanulók közül néhány diáknak mentora is volt, segítette őket a pályaorientációban, a felnőtté válás időnként rögös és kihívásokkal teli útján is megtalálni meg magukat. Nagyon sokan, nagyon sokakkal mind a mai napig tartja a kapcsolatot. A felnőttek oktatásába is bekapcsolódott magyar nyelv és irodalom tárgykörében. Zsuzsa néni. Szívből és nagyon nagy szeretettel köszöntünk, és köszöntelek, és ennek a restanciának most itt akkor adjunk helyet és teret, hogy erőben, egészségben tartson meg téged még, gyermekeid, munkáid körében. Jó egészséget kívánok ehhez. Ismét egy restancia következett, Kálmán Pált méltatta a papné Guba Éva. Kálmán Pál 1955. szeptember 4-én született Szegeden. Egyszerű szülő gyermekeként Pusztaszeren járt általános iskolába. Középiskolai tanulmányait Kisteleken az Árpád Fejedelem Gimnáziumban végezte. A sorkatonai szolgálat után 1975-től a József Attila Tudományegyetem természettudományi karának biológia-kémia szakos hallgatója volt. Az egyetem elvégzése után 1980-ban került az Árpád Fejedelem Gimnázium postaforgalmi szakközépiskolai kollégiumába. Néhány évig kollégiumi nevelőként dolgozott, majd 1984 és 2005 között kollégiumvezetőként tevékenykedett. 1980-ban kötött házasságot, két fiúgyermekük született, András és Gábor. 1986-ban a Csongrád megyei tanács diásport tanács által adományozott dicsérő oklevélben, 87-ben minisztériumi dicséretben részesült. 1999-ben a József Attila Tudományegyetem mentálhigiéni és szakember képzésén vett részt, a követelmények teljesítése után szakosító oklevelet szerzett. Tudásának bővítése érdekében pályafutása során számtalan tanfolyamon továbbképzésen vett részt. Munkáját nagy odaadással lelkiismeretesen végezte.
sokat tett a hátrányos helyzetű gyermekekért, rendszeresen kapcsolatot tartott fent a gyermekjóléti szolgálattal. Hazai és külföldi tagintézményekkel alakított ki együttműködést kulturális és szabadidős programok által. Ilyen volt többek között az Ázsotthalmi Bedő Albert szakközépiskola és a lengyelországi Lóc városában működő Jadwiga gimnázium. A kollégiumi életforma az ott folyó pedagógiai munka során van igazán lehetőség arra, hogy a ránk bízott tanulót igazából megismerhessük, támogathassuk. Empatikus képessége kiemelkedő, sokszor éjszakában nyúlóan hallgatta meg a hozzáforduló tanácsokat kérő diákokat. Pontosnak tartotta, hogy a gyermekek környezete esztétikus legyen. Sokat tett a kollégium külső és belső környezetének rendbetételéért. Az ő kezdeményezésére, aktív közelműködésével sikerült egy gyönyörű rózsakertet varázsolni a 2000-es évek elején a kollégium előtti parton. Sajnos 2010-ben a betegsége miatt nyugdíjazását kellett kérnie. Egészségének javulása után szerencsére visszatért a város életébe, amelyben mindig is aktívan részt vett. Hosszú évek óta tagja a Kisteleti Kamara Énekegyüttesnek és a Blokkvándorok színjátszókörének. További életéhez, munkájához jó egészséget, sok sikert kívánom! Ezután az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium technikum igazgatója Tóth Gabriella elismerő szavakkal illette Hudák Évát. Hudák Éva 1959. május 2-én született Máté Szalkán. Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kis faluban, nagyházban töltött a gyerekkorát, itt járt általános iskolába. Orosz tagozaton érettségizett a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnáziumban. Érettség után felvételt nyert a Besenyei György Tanárképző Főiskola magyar-orosz szakára, ahol tanulmányai alatt kétszer tanult anyanyelvi környezetben. Kistelekre 1980-ban került, mivel idejött férjhez. 1981-ben szerzett diplomát, és ugyanennek az évnek február első napjától a Petőfi Sándor általános iskolában kezdte tanítani mindkét szakját. Hamar beilleszkedett, mivel barátságos légkör fogadta, ezek szerint Árpád is ehhez tartozott, és sok volt a vele egykorú fiatal pedagógus. Tanulmányi versenyekre készítette fel a gyerekeket, ahol szép sikereket értek el. Több tehetséges tanulója felvételt nyert a Radnóti Miklós Gimnázium speciális orosz nyelvű osztályában. A kezdő évek után osztályfőnök is lett. A tanítás mellett sok más tevékenységet is folytatott, rendszeres szervezője, rendezője volt az iskolai városi ünnepségeknek. Sok éven keresztül vitte a gyerekeket vándortáborokba, először csak kísérőtanárként, majd a vezetőjeként is. Ebből az iskolából ment el szülni. Három gyermeke született, Zoltán, Máté és Dóra, akik azóta már családot alapítottak, és négy leány és egy fiúnokával örvendeztették meg. Közben 1997-ben Szegeden elvégezte az angol szakot. Jelenlegi munkahelyére a Kisteleki Árpád Fejedelem Gimnáziumba 1998-ban került angol nyelvtanárnak. Kis idő elteltével itt is osztályfőnök lett, amit folyamatosan nagy szeretettel és odafigyeléssel csinált, több osztálytanulóival is sikerült összetartó, pozitív közösséget kialakítania. Közben 2006-ban elvégezte az etika szakot a Szegedi Hittudományi Főiskolán, és ezt a tantárgyat is nagy lelkesedéssel tanította 2013-ig, amikor az iskola egyházi fenntartásba vétele után az etikát felváltotta a hittanoktatás. Folyamatosan fejlesztette szakmai tudását, többször megfordult anyanyelvi környezetben is, és jogosultságot szerzett ICC angol nyelvvizsgára való felkészítése és vizsgáztatása, valamint közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra angolnyelvről. Tanári pályája során mindvégig a következetesség, szigorúság és magas színvonalú szakmai felkészültség, lelkiismeretesség jellemezte munkáját. Széles módszertani repertoár, eredményes tehetséggondozás, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, őszintesség, példamutatás és segítőkészség jellemezte munkájában. Szaktanárként és osztályfőnökként több száz tanítványával ismertette meg az angol nyelvet és az etikát, addig a szintig, hogy sikeres érettségi vizsgát tettek, illetve több tucat tanítványának segített közép- és felsőfokú nyelvvizsgához is. Agilis szervező munkáját dicsérő több éven keresztül szervezett a tanulók számára nyelvtanfolyamokat és tanulmányokat Angliában. Megreformált ötleteivel ünnepségeinket is, főleg a szalagtűzött,
több éven keresztül ő szervezte a tanári táncot. Bár nem lett volna kötelező, de vállalta a kihívást, és 2019-ben megszerezte a pedagógus kettes minősítést, ezzel is bizonyítva a pedagógus pálya iránti elhivatottságát. Segítőkész és tiszteletre méltó egyénisége és példamutató tanári pályája alapján a tantestület minden tagjával együtt szívből gratulálunk Évának nyugdíjba vonulása alkalmából, és további nagyon jó egészséget, sok boldogságot kívánunk. Kedves Éva, köszönjük a Kisteleki Középiskoláért vállalt szolgálatodat, és minden jót, sok örömet, családod unokáid körében eltöltött hosszú éveket kívánunk neked. Diákolimpián és felnőtt országos bajnokságon is részt vett a Hétkerék Egyesület. Csala Nikolettet kérdeztük az eredményekről. Két versenyen is szerepelt a Hétkerék Egyesület Szombathelyen, erről kérdezzük Csala Nikolettet, az Egyesület edzőjét. Köszöntelek! Melyek voltak ezek a versenyek, amelyen szerepeltek a hétkerekesek? Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást! Június 3-án került megrendezésre a Diákolimpia országos döntője, ugye itt két versenyről is beszélhetünk, másnap 4-én szombaton pedig a felnőtt országos bajnokság, mind a kettőt Szombathelyen rendezték meg. A Diákolimpia országos döntőről ugye azt kell tudni, hogy itt ugyanúgy, mint más sportágakban is, a gyerekek a saját iskolájukat képviselik. Egy rövid táv volt, egy hosszú táv, illetve kettő fajta váltó verseny még ezen kívül, aminek a különlegessége az, hogy hiába vannak egy csapatban a gyerekek, vagy versenyeznek egy csapatban a gyerekek, hogyha az iskola nem egyezik meg, tehát ha nem azonos iskolába járnak, akkor nem lehet őket nevezni. Szóval itt nagyon sok feltételnek kell stimmelnie ahhoz, hogy mondjuk egy diákolimpián váltóban elindulhassanak a gyerekek. Hát hál' Istennek így Kisteleken ez kicsit könnyebben működik, mert ugye itt nálunk a gyerekek zöme a Kisteleki általános iskolába jár, így azért össze lehetett hozni 3 váltót is nálunk. Úgyhogy ez nagyon jó volt. Maga a Diákolimpia az egy picikét más, mert az iskolás éveket veszi figyelembe, és az alapján van a korosztályos beosztás, ami itt azt jelenti, hogy egyébként az éves rendes versenyeken, amik a GP fordulóba is nálunk beletartoznak itt a görkoriba, ott már kialakult egy korosztályos beosztás, amitől a Diákolimpia általában mindig el szokott térni. Ez azt jelenti, hogy olyanokkal versenyeznek a gyerekek, akikkel akiktől ők vagy egy évvel fiatalabbak, vagy egy évvel idősebbek, tehát nem az általános korosztállyal, ami egyébként azt gondolom, hogy nem baj, mert az fél évet versenyzik ugyanazokkal az emberekkel, és akkor mégis van egy verseny, ahol kicsit megmozgatják a korosztályokat, tehát olyanokkal is rajthozálhatnak, akikkel egész szezonban nem. Szerintem a verseny az nagyon jól sikerült, hál' Istennek nagyon jó időnk volt, viszont nem mentünk túl sokan. Az a probléma, hogy ugye 9 gyerkőccel indultunk neki Szombathelynek, de azért most a ballagási időszak itt van, illetve ugye a nagyobbaknak az érettségi után vagyunk, azért a felvételik eléggé sűrűn vannak, és így azért tőlünk nem megszokott, hogy 10 alatti létszámmal megyünk, sőt 15 alatti létszámmal megyünk valahova, de ez most így sikerült, úgyhogy sajnos nem mindenki tudott részt venni rajta, azok közül sem, akire számítottam volna jobban, vagy állandó versenyző, de nyilván ez benne van a pakliban, azért azt gondolom, hogy ennek ellenére jól sikerült, úgyhogy szerintem el is mondanám az eredményeket, hogy mik születtek a pénteki napon. És akkor kezdeném is itt a legkisebbekkel. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy most kivételesen szerintem az első versenyünk volt a lassan 6 év alatt, hogy csak profi versenyzőkkel mentünk, és amatőr versenyzőnk egyáltalán nem volt. Úgyhogy a legkisebb profi lányoknál ott Fülöp Lilla második helyezést ért el, az egyen nagyobb lányoknál a testvére Fülöp Nelly 4. lett, a 3. korcsoportos lányoknál Bálint Zsófi 11. helyezést ért el, 4. korcsoportos lányoknál Bitó Liliana 8., Bálint Janka pedig 9. lett, 4. korcsoportos fiúknál Nagy Kristóf 3. helyezést ért el, Nagy Vilmos 4. lett, 5. korcsoportos lányoknál Abonyi Csenge 5. helyezést ért el, és a 6. korcsoportos lányoknál Nagy Violetta Milla 2. helyezést értek el. Vagyis ért el.
Utána a kétfajta váltó volt, amit itt az előbbiekben már említettem. Az egyik egy sprintváltó volt, ez egy 500 méteres futam. Itt azt kell tudni, hogy az egyik ember, aki indul, másfél kört tesz meg a pályán, a másik ember pedig egyel fejezi be, tehát ez egy nagyon rövid táv, azért is sprintváltó a neve. Itt Fülöp Lila, Fülöp Nelli párosa első helyezést értek el, Bitó Liliana, Bálint Janka második helyezést értek el, Nagy Kristóf, Nagy Vilmos pedig elsők lettek. A normál váltóval folytattuk tovább, itt is kettő és három fős váltókat engedtek indulni, úgyhogy a legkisebbeknél a Fülöp Lila, Fülöp Nelli harmadik helyezést értek el, a harmadik, negyedik korcsoportos lányoknál Bálint Zsófi, Bálint Janka, Bitó Lilián a harmadikok lettek, és ugyanebben a korosztályban a fiúknál Nagy Kristóf, Nagy Vilmos első helyezést értek el. És akkor szeretnék is áttérni a felnőtt OB-ra. A felnőtt országos bajnokság ugye másnap volt, ott aludtunk Szombathelyen, és akkor másnap kezdődött, ott már összesen csak 6 versenyző indult, mert kadett korosztálytól felfelé van az, hogy részt vehetnek a versenyzők ezen a versenyen. Felnőtt országos bajnokságnak hívjuk, de azért tudni kell azt, hogy nem... Tehát ha csak a felnőtt mezőnyből állna, akkor nagyon kevés versenyző lenne. Tehát kellenek oda a junior korúak is, egyrészt nekik egy tapasztalat, hogy mégis milyen a nagyobbakkal és a felnőttekkel versenyezni. Másrészt én azt gondolom, hogy a felnőtteknek is nagyon jót tesz, mert ad egy olyan mezőnyt, amit egyébként, hogyha a juniorok nem lennének ott, akkor létszámban nem érnének el. Tehát szerintem egy tök jó lehetőség a kicsiknek is, meg a nagyobbaknak is, hogy gyakoroljanak akár a tömegben lévő szituációkat és versenyhelyzeteket, akár a kicsit a csapatmunkát, a helyezkedést. Úgyhogy a lányoknál itt összesen 31 versenyző volt, a fiúknál 16 versenyző. Azt kell még tudni, hogy nagyon-nagyon megterhelő volt, nagyon iszonyatosan meleg volt. Ugye ők előtte nap már a java része versenyzett a Diákolimpián, ott is azért kettő távot lenyomtak, plusz a váltóversenyeket nálunk, mert azért volt minden korosztályban, hál' Istennek váltunk. Úgyhogy a szombati napnak végül is kicsit nyögvenyelősen indultunk neki, de azért azt gondolom, hogy jól sikerült. Nagyon sokat mentek. Volt kettő darab rövidebb távjuk, és kettő darab hosszabb, plusz még a váltó, itt is szintén. Itt már ugye csapatot képviseltek a gyerekek, úgyhogy az volt benne a megterhelő, hogy az 500 és az 1000 métereken ugye nagyon sok selejtező volt, illetve volt elődöntő, középdöntő és döntő, akik megfutották, főleg a lányoknál itt a 30-as mezőnynél, akik megfutották azért itt az összes távon minden szakaszát a futamoknak, azért azok nagyon elfáradtak. Tehát nyilván, hogyha valaki nem jut tovább ezen a távon, akkor ugye neki van egy kis pihenője, de akik tovább jutnak, ők folyamatosan ugye egyre szűkebb körbe jutnak tovább, a top 4, top 5-ig, úgyhogy nekik azért nagyon megterhelő volt. Ugyanígy a fiúknál is, azért ott a mezőny eleje az nagyon sokat versenyzett. Úgyhogy a kettő rövid, illetve a kettő hosszú távból adódott össze végül az összetett eredmény, plusz a váltó. Váltónk is indult. Indult egy lányváltónk, illetve indult egy fiúváltónk, ami egyébként vegyes váltó volt, de akkor mondanám is az eredményeket, hogy mik születtek. Ugye korosztályos bontás itt ezen a versenyen nem volt, úgyhogy az összes lányunk és az összes fiunk egybe versenyzett, egy mezőnybe. Nagy Violetta Milla 12. lett, Abonyi Csenge 18., Bitó Liliana 24. és Bálint Janka 28. helyen végzett. A fiúknál Nagy Kristóf 6. lett, Nagy Vilmos pedig 9., és volt egy váltónk is, a Nagy Kristóf, Nagy Vilmos, Nagy Violetta Milla, a nagy család váltója. Igen, ugye ők testvérek, 3. helyet sikerült megszerezniük így a vegyes fiú váltóba, úgyhogy ez egy nagyon szép eredmény. Egyébként nagyon elégedett vagyok a gyerekekkel. Én azt gondolom, hogy beletettek mindent, rengeteg munka van benne, úgyhogy várjuk a következő versenyt. A Nemzeti Összetartozás napjára emlékeztek Kisteleken.
Nagy Sándort, Kistelekváros polgármesterét kérdeztük a múltidézésről. Megemlékezést tartott a Kisteleken, a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a békeszerződést és annak következményeit idézték fel. A békediktátum 102. évfordulója alkalmából az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum műsorával kezdődött, ezt követően az emlékezők, majd a város vezetése, a képviselőtestület és a gimnázium képviseletében megkoszorúzták az első világháborús emlékművet. Nagy Sándor, Kistelekváros polgármestere idézte fel ezt az eseményt, és hogy miért is tartja fontosnak a város azt, hogy megemlékezzünk. Szerintem minden magyarnak kötelessége, hogy amire kell, arra emlékezzünk. És azt gondolom, hogy mi már csak a történelem órában tanultuk, hogy annak idején 1920. június 4-én valójában mi történt. Azt is mindannyian éreztük már később, hogy mit jelent egyébként megosztottnak lenni. Közel 71%-át elvették a területeinknek, és a történelem órán nem tudom, úgy tanították-e, de ma biztos tudjuk, hogy ez nem egy békeszerződés volt. Az első világháború lezárását követő időszaknak az a fajta békeszerződés, amit egyébként mi békediktátumnak hívunk. Amikor egyébként, ha jól emlékszem, 3.200.000 csak magyar anyanyelvű csatoltak el tőlünk, és mikor elmegyünk Erdélybe, vagy az elcsatolt területekre, akkor mi érzünk borzasztó lelkiismeretfurdalást, hogy hogy lehetett az, hogy egyébként bennünket, magyarokat szétválasztottak. Szerintem mindenkinek, nem a Kisteleknek, minden magyarnak ez kötelessége, hogy ilyenkor minimum egy fejet hajtson arra, hogy egyébként bennünket, magyarokat akkor valamilyen szinten tönkretettek. Hál' Istennek elég erősek vagyunk. Sok tekinten azt gondolom az Uniónak talán egy másik lényeg, hogy ezek a határok ismét eltűnhettek, és jobban az anyaország együtt lehet, de Kisteleken is, hál' Istennek van erre egy emlékművünk is, egy emlékhelyünk, ahol egyébként nem sok fejet hajtani, meg talán nem sok egy koszorút elhelyezni. De mégis jó volt látni, hogy itt volt a gimnáziumból egy jó pár diák, elhangzott két vers, fejet hajtottunk, koszorút helyeztünk el, és megálltunk egy pillanatra.